Hát még egyszer sziasztok, kellemes délután mindenkinek. Úgy látom, nem is nagyon látni engem, nem csak a képemet. Általában úgy szoktam prezentálni, hogy én élőbe és engem is, csak azt nem tudom, hogy itt hogy tudom kicserélni, sehogy. Legközelebb jó. Most akkor elégedjetek meg a képemmel, ami ott látszik. Úgyhogy majd akkor legközelebb, hogyha sikerül élőbe bejelentkeznem, most akkor a képemmel elégedjetek meg. Engem Vobecki Csillának hívnak, rólam annyit kell tudni, hogy én Malagán élek, Spanyolországban. Itt látok pár spanyol zászlót is, ahogy figyeltem a bejelentkezéseket, ha jól láttam. Én 12 éve élek Spanyolországban, amúgy 20-25 éve, már épp múltkor gondolkodtam rajta, hogy már évek óta azt mondom, hogy 20-25 éve, szerintem marad is a következő 10 évben is így. Foglalkozom ugye networkkel, marketinggel. Az elején ugye még termékkel, amikor elindultak ugye Magyarországon a network üzletek, most pedig ugye itthonról online többféle üzlettel, és ugye ebbe benne van a termék is, és a Wimrész is, ugye amikor elindult, és Gyula megmutatta nekünk, akkor én azonnal rendeltem, és megnéztem, hogy milyen hatása van, ugyanis azt tudni kell rólam, hogy én amúgy is civilben a test, a sejtregenerálással foglalkozom. Van egy ilyen üzletem, hogy sejtregenerálás termékekkel és egy ágyjal, ami visszaállítja a szervezetünk egészségét. Nagyon sokan nem tudják, nem figyelnek rá, hogy a mai világban ez még fontosabb, mint eddig volt. És akkor majd el fogom útközben mondani, hogy miért, ugye? Úgyhogy én nagyon, most az utóbbi években nagyon odafigyelek erre, és a veszőparipám lett ez a sejtregenerálás és a szervezet visszaállítás. Hát miről is fogok ma beszélni, ugye a Wimrészről, ugye erről a fantasztikus termékről, előbb a termékről, és utána a networkről is egy kicsit, azon majd végigfutok. Én mindig azt mondom, hogy a networkről sokat nem kell beszélni, csinálni kell, ugye? Mert ha egy termék jó, és nem tartjuk magunkba, elmondjuk az ismerőségnek, akkor a network megy magától. Ugye az üzlet épül magától. Ugye az aktividán, ez a jólétünk energiája, szó szerint. Mint tudjátok, ez egy nemzetközi üzlet, most már bárhol el lehet érni a világon, bárhova kiszállítanak. Mire szolgál, ugye ez az egész, komplett a termék és az üzlet, ugye az emberek életminőségét, életminőségének a javítása, mert az életminőség mi, az mi minden, az egészségünk, az anyagi jólétünk, hogy teljesen kiegyensúlyozott legyen minden szint, minden téren, ugye, az életünk. Egy prémium minőségi termékről beszélek, ugye, egy jó üzlet van a kezünkben, jó időben és jó helyen, meg fogjátok látni, hogy a jutalmazási rendszer is, ugye a marketing terve is egyedi, és ugye, hát európai és világpiac nyitás előtt állunk, ugye mivel ez egy globális szervezet, ugye globális cég, nem csak Magyarországra korlátozódik, ugye bárhol elérhető, itt látom is a zászlókon, hogy azért több országból fönt vannak itt. Amikor regisztrál valaki, és elkezd a céggel dolgozni, ugye kap személyes weboldalakat, a cég szó szerint mindent a kezünkbe ad, mindent készen megkapunk a weboldalaktól, a marketing anyagon át, minden, még ez a szoba is, ugye azért mondtam, hogy ma debütálok, tegnap kaptam meg ezt a szobát, ugye én eddig Zoomon és Meeten tartottam, és ez egy szuper konferenciaterem, úgyhogy még ezzel is a cég ugye segíti a munkánkat. Hát mi a Wimrész, mi az aktividán, ugye miben tud nekünk segíteni? Ugye a család egészsége, ugye visszaállítja, megtartja a családunk, a környezetünknek az egészségét, ez nagyon fontos. Én nekem mondom, ez a veszőparipám, szóval ezt egy kicsit fogom erősíteni a mai konferencián, jó? Ezáltal ugye egy boldog, energikus időskort élhetünk meg, és majd erre is rátérek, hogy nagyon ki tudjuk tolni ugye az éveket, hogyha ilyen minőségi termékekkel és odafigyelünk a szervezetünkre, és a marketing tervvel pedig ugye támogatja azokat a szükségleteinket, ugye élményeket,
hogy biztos otthonod legyen, utazások, hogy egy autód legyen, és emellett még jótékonykodik, hogy adományokat is lehet adományozni jótékonysági szervezeteknek, úgyhogy még abban is tudunk segíteni, hogy a rászorultakat támogassuk a cég által. Itt láthatjátok, hogy különböző, amit majd a marketing terben még majd visszatérünk rá, hogy milyen csomagok vannak. Az árak, én úgy gondolom, hogy a mai piacot nézve nagyon felhasználóbarát árak vannak, nagyon jó áron lehet megvenni, és látjátok, hogy a marketing tervvel az anyagi biztonságot nagyon gyorsan el lehet érni egy-egy csomagindulással. Milyen szertifikátok vannak, ugye ez nagyon fontos, hogy és ez most már ugye elvárás is, hogy egy termék a piacra kerül, akkor legyenek meg azok a védjegyek, ugye, amik nagyon fontosak ahhoz, hogy egy világ, egy globális indulást el tudjon indítani. Ugye a GMP, a hallal és a kosher minősítése is megvan ennek a terméknek, ami nagyon fontos, hogy lényegében a bárhol a világon ugye tudják használni. Ugye a szlogen 3 az 1-ben, ugye egészség, szépség, hosszú élet, úgyhogy ezzel egészségesen és fiatalon tudunk hosszú éveket élni. Mi is ez az aktivitán? Mik az összetevői? Ugye a kombu és a mekabu. Mik ezek? Ezeknek érdemes utána nézni az interneten, különben egy kicsikét szörfözgetni az interneten, hogy mire is, mik is ezek a kombu és mekabu. Ugye ezek algák, mégpedig a barna algák családjába tartozik. Azt tudni kell róluk, ugye, hogy Ázsia partjainál teremnek, de ebből a 90%-a főként a japán partoknál, ugye, ahonnan jönnek is a termékek. A kombu az a tenger fenekén, ugye inkább a tenger, ugye ott vannak a gyökerei, a tenger alján gyökerezik, és kb. 3-4 méter magasra is megnő. A mekapu pedig a tenger felszínén úszó alga, és ez a kettőnek van olyan hatása, amit ugye számos kutatás már alátámasztott, hogy nagyon komoly szervezet stimuláló hatásai vannak. Nem véletlenül ez a gondoljatok bele, hogy Ázsiába, és nem csak Japánba, Ázsiába, Kínába rengeteg algát esznek. Ugye nekik ez be van építve a napi étkezésükbe, ez a két algafajta is, úgyhogy ők napi szinten táplálkoznak ezekkel az algákkal. Ugye meg is lehet nézni, hogy náluk az életkor jobban kihúzódik, mert hogy ők már alapvetően ezekkel táplálkoznak. Ugye mind a kettőből, mind a két algából ugye kivonják ezt a fukoidánt, ugye ami a terméket tartalmazza. A fukoidánnak van egy nagyon érdekes hatása, ez nekem fölhívta a figyelmem, én most az utóbbi években nagyon sokat foglalkozom ezzel, hogy a fukoidán lugosít, ami nagyon fontos a mai életünk mellett, ugye, mert rengeteg mű dolgot eszünk, a táplálkozásunk is afelé megy, hogy ezekre nagyon oda kell figyelnünk, és többek között ugye ez a hatása is a flukaidánnak. Ugye ez a sejteknek a varázsitala, ugye, ahogy itt írták, szó szerint pont ezért is, mert lugosít, hihetetlen ereje van, és beindítja az öngyógyítást. Ugye azt tudnunk kell, hogyha a szervezet optimális állásban van, akkor az öngyógyítás igazából az a varázsszó, amitől minden probléma rendbe jön. Ugye ez egy első számú táplálék, nem táplálék kiegészítő, ez egy táplálék, hogy ezt a napi táplálkozásunkba be kell vinnünk ezt az aktivitánt. Milyen hatása is vannak? Gyorsan végigfutok rajta ilyen címszavakban. Sejtszinten tisztít, ugye? Tisztít, méregtelenít, ennek az első két nap majd érezni is lehet a hatását, amikor az ember elkezdi fogyasztani. Én azt szoktam mondani, amikor egy ilyen terméket kezdesz fogyasztani, ami sejtszinten tisztít és méregtelenít, akkor kezd el, amikor nem kell otthonról kimozdulnod, mert biztos, hogy meg lesz a hatása az első órákban.
ugye beindítja a szervezetet, és érdekes, van egy, megint csak egy érdekes információ, hogy őssejtmodulátor a flukoidán, úgyhogy az őssejtek működését segíti visszaállítani. Mi kell ugye az élethez? Ugye az elemek, melyik, mik ezek az elemek? Víz, levegő, táplálék, és ugye bevihetjük ugye a negyediknek az aktivitánt. Mik még a hatásai ennek a két algának és a flukoidánnak? Ugye vértisztító, vérhigító hatása van, abszolút visszaállítja és támogatja a szervezet elsődleges funkcióját, ugye vírusölő, gombaölő hatása van, gyulladás csökkentő, általános sejtregeneráló, ami azt jelenti, hogy visszaállítja a sejteket egészséges állapotba, ha pedig a sejtek egészséges állapotban vannak, akkor beindul az öngyógyítás, és a szervezetünk az a csodálatos. Én mindig azt mondom, hogy ezek a szuper termékek, szuper táplálékok nagyon jók, ezek arra jók a szervezetünknek, hogy visszaállítsuk azt a természetes egyensúlyt, ami amúgy a szervezetünkben volt már kiskorunk óta, ami sajnos fölborul. És a mai táplálkozás, a mai életmód, az életvitelünk ezt megköveteli, hogy ilyen táplálékokat vagy táplálékkiegészítőket kell szedni, mert folyamatosan mérgezzük a szervezetünket, úgyhogy abszolút az aktividán beindítja az öngyógyítást, mert hogy helyreállítja az alapvető funkciókat, ugye az immunrendszerünket erősíti, így természetesen minden, ami a szervezetünkben van, a szív, a májja, a vese, ugye mindent támogat. De nem csak ezt támogatja. Ugye általában mondani szoktuk, bár nem tudom, van-e itt orvos, én orvos és gyógyszerellenes vagyok egy kicsit, kicsit nagyon, és visszamegyek, apszi, nagyon előre mentem. Mindig azt mondom, ha lehet, akkor ne, de soha nem mondjuk azt, hogy ugye ne szedjél gyógyszert, hanem csak az aktividán, vagy csak ez. Az aktividának még olyan hatása is van pluszban, ez pozitív, hogy bármilyen gyógyszert szedsz, vagy más étrend kiegészítőket, segíti azoknak a hatását, ugye a felszívódását, és ugye is a méreganyagokat pedig kitisztítja. Úgyhogy még ha erről az oldalról közelítjük, akkor is tökéletes táplálék az aktividán. Hát és itt van ugye most már nem is csak a nők, hanem a férfiak kedvence is, ugye a anti-aging hatás, ugye fiatalít, kisimítja a bőrt, és miért is? Nem kozmetikus az aktividán, sejtregeneráló, mikor a sejtünk elkezd regenerálódni sejtszinten, az azt jelenti, hogy ugye ez kívülről is látszani fog. Természetesen ezek a hatások mind-mind tartós szedés mellett, valószínű, hogy egy hónapos szedés mellett kevesebb hatása lesz, de ha folyamatosan, mivel ez egy táplálék, ugye bevihetjük a napi rutinunkba, ugye ezeket a táplálékokat, úgyhogy ha folyamatosan szedjük, ennek bizony hónapok múlva meg lesz a hatása, látható hatása. Itt mutatnék is egy pár terméktapasztalatot, ugye itt a képek magukért beszélnek, ehhez nem is kell sok kommentet fűznöm. Ugye itt is látjátok a leírásokban, hogy ugye hónapok szedése után, de itt is látjátok, hogy a haj elkezd visszanőni, megáll a hajhullás, természetesen ez mind a sejtregenerálásnak köszönhető. Ugye ezek is mindegyik, ugye hónapos használat után már látszanak, ugye a hatása itt is 5-6 hónap után látszik, hogy milyen komoly problémákat, betegségeket tud visszafordítani, és ugye rendbe hozni. Direkt nem mondom a gyógyítás, sosem szoktunk gyógyításról beszélni. Rendbe teszi ugye a szervezetünk, segít magának, hogy rendbe hozza ezeket a problémákat. Itt még egy aura vizsgálat is, látjátok, ez is egy év szedés után, ugye egy biorezonancia aura vizsgálaton. Látszik, hogy igazából
majdnem 100%, ugye 83%-ot javult az illetőnek az aura energia vizsgálata. Hogy használjuk az aktivitán? Ez rajta van a dobozon is, de ugye egy kis tasak, ugye egy ilyen dobozba vannak a kis tasakok, 10 darab kis tasak, ugye egy tasak ez egy napi adag, de ezt nem egy nap ugye megisszuk, így reggel egybe, hanem ezt egy két-három alkalomra reggel délbe este bekeveri az ember, és elosztja, és úgy iszogatja meg. Természetesen ez megelőző adag, jó? Ha már van valami probléma, akkor konzultálni kell, és természetesen akkor 2 és 5 tasakot is lehet akár inni naponta, hogyha vízben föloldva, hogyha már egy komoly problémáról van szó, amit helyre kell állítani. Egész pici babák is szedhetik, úgyhogy ebből is látszik, hogy abszolút természetes, egész pici babáknak lehet adni, sőt, én a kutyámon is tesztelem, én a kutyámnak adom, ha utána, én amikor ugye jönnek, én bármi jön, bármi elém jön ugye az életbe, én mindig gyűjtök össze információt mindenhonnan, és akkor ugye, amikor elém jött a aktivitám, ugye megkeresett vele a Gyula, én akkor persze utána néztem az interneten, és például találtam egy ilyet, hogy az állatoknál például nagyon-nagyon régen, már nagyon régóta használják az állatoknál is, például a kutyáknál nagyon jó fog mosásra, én ezzel mosom a kutyám fogát, mert ugye leszedi a vízkövet, és nagyon szépen tisztítja, vagy a fogkövet, vízkövet, fogkövet. Milyen a hatóanyag tartalma, ugye egy összehasonlítási alap, ugye egy tasakunkban 600 mg van ugye, ami ugye egy napi adag. Ezt most, hogyha egy más termékkel hasonlítanánk össze, ugye itt látszik, hogy egy hasonló termék, esetleg ami kapszulás, hány kapszulát kéne naponta beszednünk ahhoz, hogy ugyanezt a hatást elérjük, ugye ugyanezt a mennyiséget bevigyük, hát valószínű, hogy 20-30 kapszulát naponta képtelenség lenne bevenni, úgyhogy mindenféleképp maradunk az aktilidánnál ebből a megközelítésből is. Ugye itt van egy piaci összehasonlítása az árával is, ugye, hogy milyen árban vannak. Ugye itt egy nagyobb csomagot, már az aranycsomagot ugye mutatja, a 199 dollárost, ugye, amiben 480 kapszula van. Na most, ha ugyanezt ugye egy másik termékből szeretném, ugye, amiben 8 doboz kell, ugye, a duplája, akkor ez körülbelül 400 dollárba kerülne. Milyen termékárak vannak, és milyen termékcsomagok? Ugye lehet akár csak egy dobozzal venni, de lehet ugye több doboz, ugye csomagokat, amiért ugye már szinteket is kapunk, ugye, és aktivitást, amit majd a következőkben is meg fogok mutatni. És ugye minél nagyobb csomagot veszünk, természetesen ugye annál nagyobb a megtakarítás. Ugye a legkeresettebb általában vagy a 119-es csomag, vagy ugye ez az 500-as, vagy az 1400-as, ugye ezek már ilyen vezetői csomagok. Ha szeretnéd üzletbe gondolkodsz, akkor érdemes ugye minél nagyobb csomaggal, először is a megtakarítás miatt, másodszor pedig ugye már a pontérték, és ugye az aktivitás is sokkal jobban kitolódik. Hogyan lehet vásárolni az aktivitánt? Hát lényegében mindennel. Úgyhogy itt is abszolút világpiac vezető, mert ugye bármit van, én nagyon ritkán látni például az American Express-t, nagyon sok helyen nem fogadják el, sőt egyre kevesebb helyen mondhatnám inkább úgy, úgyhogy bármivel még, kriptovalutával is, ugye az USDT TRC20-szal, úgyhogy abszolút nyitott világpiacon, mert bármivel lehet fizetni. Bárhova ki is szállítják, ugye. Európában ugye a DPD szállít, de a világ bármely részére ingyenes a szállítás, és 3-7 napon belül kiszállítják mindenhova. Ugye ezt az előbb mondtam is, ugye több mint 120 országba szállítják ingyen. Na és a marketing terv, amire azt szoktam mondani, ugye, hogy
csinálni kell, nem beszélni róla, de végig megyünk rajta, hogy miről is van szó, ugyanis most van több promóció, ugye itt egyedi a kifizetési terve is, és az, hogy hetente fizet, ugye az nagyon fontos, hogy itt nem havi, meg két havi, meg csúsztatásos fizetés, hanem hetente péntekenként lehet kikérni ugye a bent lévő jutalékokat. Ugye két kompenzációs tervre osztjuk ugye a saját kompenzációs terved, ami ugye tőled kiindulva a te struktúrád, és ugye van egy nemzetközi bónusz, ugye, ami az egész nemzetközi struktúrából, ugye annak egy bizonyos százaléka attól függ, hogy milyen igazgatói szinten vagy, ugye az igazgatói szintől jár. Ugye a irodádban, amikor beregisztrálsz, látod mindig az utánad érkezőket, ugye abszolút követhető, hogy milyen piaca van ugye az aktivitának, ott látod, hogy melyik országból, ki mikor csatlakozott be a Wingrace-hez. A nemzetközi bónusz ugye az igazgatói szintől, a menedzseri szintől, ugye itt látjátok, hogy hány százalékos bónuszok adnak a szintektől. Ugye itt van a 21 egyedi bónusz. Ugye itt is ez egy, ugye, egy hagyományos kompenzációs terv, azzal, hogy ugye ötvözve van a nemzetközivel, és mindig vannak promóciók, így ugye most is futnak egymás mellett promóciók. Ugye ez a december 31-ig, ugye folyamatosan vannak ajándékok, mindig vagy terméket adnak ajándékba, vagy valamilyen készüléket, ugye laptopot, itt látjátok, hogy többféle háztartási készüléket is lehet, vagy utazást, ugye egy bizonyos szintől, ugye igazgató szintől már utazást is lehet, hogyha valaki teljesíti, ugye ezek mindig kitűzött promóciók, ugye el kell érni, meg kell csinálni ugye azt az elvárást, és akkor ugye járnak ezek a plusz ajándékok. Továbbá van egy ilyen szabadidős utazási program, ugye a My World, ezt minden évben kétszer csinálják meg, ugye aki eléri, szintén megcsinálja a kitűzött promóciót, ugye elviszik őt egy évben kétszer utazásra, most fogjátok látni, hogy Törökországban voltak ugye szeptemberben, mindjárt jön a következő oldalon. Itt van, hogy ugye a vezetői szinteken ugye elkülönítenek havonta a bónuszokból ugye különböző összegeket, és akkor ezt osztják szét ugye évente. Ez most február 29-ig van, ugye ez az ez évi a promóció. Szabadidős programok, ugye itt látszik, hogy hova mennek ezzel a My World-el, ugye, mint mondom, szeptemberben ugye Törökországban voltak, de ugye ezek az országok luxus, ugye all inclusive, úgyhogy luxus szállásokra, látjátok, ez volt a Club Hotel Sara, itt decemberben, ahol rengetegféle programot kihasználva nagyon kellemesen töltötték az időt ott, akik ezt a promóciót ugye teljesítették. Ebben a hotelben úgy tudom, hogy nagyon ismert már a Wingrace, ide sokat mennek, úgyhogy itt már mintha hazajárnának, ugye, a tagok. Itt vannak a bónuszok, ugye mi kell ahhoz, hogy sikeres legyél, ugye ebben az üzletben is. Mint mindenhol, ugye használd a terméket, ez elengedhetetlen, ugye, ha nem használod, akkor nem tudod, hogy miről beszélsz. Ugye ajánlod a termékeket, hogyha te szeretnél ebből egy passzív jövedelmet, és ugye segítesz másoknak is, hogy el tudjanak indulni, vagyis hát elindítasz, ugye, elkezdesz egy csapatot építeni, ugye a saját struktúrádat. Itt látszanak ugye milyen árések vannak, milyen kedvezmények vannak, ugye a programok, amiket már az elején is mondtam, ugye autoprogram, ház is, ugye lakásprogram, és az utazás ugye az én világom. És van szervezési bónusz is, ugye aki komolyan gondolja, és dolgozik a céggel, és prezentál,
és tényleg minden téren ott van, akkor még ezt plusz bónusszal is jutalmazza a cég. Úgyhogy abszolút úgy gondolom, hogy tényleg világvezető ebből a szempontból is, mert minden oldalról támogatja a cég az indulást. Szóval, ha itt dolgozik valaki, akkor tényleg minden támogatást megkap. Semmit nem kell magától kitalálnia. Milyen követelmények vannak ugye a bónuszokhoz. Ezért mondom, hogy gyorsan végigfutok rajta, mert ezekről szerintem lehetne órákat beszélni, de ez majd másik Zoom, vagy másik meet, mert hogy ugye ezt bármelyik szponzorral át lehet órákat beszélni. Ugye van még egy promóció, a maraton, ugye ha 5 üzleti partnert hozol, akkor ugye nőnek a százalékos, ugye a százalékok, hogy több dollárban is ez ugye több pénzt jelent, és itt látszik, hogy mennyivel tudsz több pénzt, plusz pénzt keresni, hogyha egy naptári hónapban ugye több új partnert behozol. Itt vannak a csomagok, az aktivitás, ugye minél nagyobb a csomag, azt az előbb mondtam már, ugye annál nagyobb, annál hosszabb az aktivitási időszak, és ugye a bónusz szintek is, ugye a hagyományos marketing tervbe bevitt bónusz szintek is, ugye sokkal nagyobbak ugye a százalékos kifizetésben, és ugye itt vannak, hogy milyen szinteket jelentenek ezek. Ami nagyon általában ezt szeretik a legjobban, ugye a 119, vagy a 109, a 199, ugye ez, amit a legtöbbet vesznek el, látjátok, ez 8 hétig, vagyis hát 2 hónapig aktív vagy lényegében, és itt már 50%-os bónusz osztanak vissza. Úgyhogy ezért mondtam az előbb is, hogy aki üzletbe gondolkodik, érdemes nagyobb csomagokat venni, mert hogy ugye ajándék termékek is vannak, és annál több hét az aktivitás is. Interneteszközök, ezeken tényleg csak végigfutok, jó? Mert mondtam, az én kedvencem inkább a termék, arról is órákat tudnék beszélni, úgyhogy itt látjátok, hogy milyen plusz lehetőségek vannak bizonyos szinteken, ugye ezek a bronz szintek, mennyivel a promóciókban, mennyivel több pénzt tudsz keresni, ugye az ezüst szinten is. Ezeket, ha a szponzorát mindenki megkeresi, és csináltok egy tervet, egy üzleti tervet, nagyon szépen ki lehet ám kalkulálni. Ezek az üzleti tervek, ezek kalkulálhatók, tényleg dollárra lebontva meg tudjátok tervezni, hogy mikor mennyi pénzt szeretnék keresni, és ezért mit kell tenned. Mennyi közvetlen munkatársat kell behoznod, mekkora csapatot kell építeni, segíteni a saját közvetlenjeidnek, hogy ők is meg tudják csinálni ezt a szintet. Gyémánt szinten is ugye nem kevés plusz pénzt lehet keresni ezekkel a promóciókkal most. Ezeken tényleg csak végigfutok, nem fogok most mindegyiken itt megállni. Ugye a következő promóció, hogy az első megrendelésre visszatérítjük, ugye ha 2 egymást követő hónapba, ugye megcsinálod azt az elvárt mennyiséget, ugye amit kiír a promóció, akkor, ugye ez az igazgatói szint alatt, akkor ugye visszatérítik, de ugye 3 hónapon belül ezt 2-szer meg kell csinálnod ezt a tervet, és akkor visszatérítik az első vásárlásodat. Ez a, ugye az internetes eszközökre, hogy milyen promóciókat kell megcsinálnod, hogy te akár egy laptopot kapjál, bronz szinten, ezüst szinten, arany szinten, ugye ezek a kiírások, kihívások, hogy te megkapd ezeket a promóciós ajándékokat. Ugye most vigyél ajándékba, ugye a 119 értékű 5 üzleti helyet, mit jelent ez? Most be lehet regisztrálni ingyen
és kapsz egy 119 értékű pozíciót, jó? Terméket nem, de a pozíciót megkapod, lényegben ingyen elkezdheted építeni a te struktúrát, a te üzletedet. Ehhez most csak annyit kell tenned, hogy beregisztrálsz, megkapod ezt a pozíciót, és van alattad is 5 üzleti hely, ugye, amit a barátaidnak, meg az ismerőseidnek föl tudsz ajánlani, és el tudtok kezdeni építeni úgy egy üzletet, hogy még most nem kerül neked pénzbe, és a jutalékokat megkapod, és akkor pénz nélkül neki lehet egy-két hónap alatt fel lehet építeni egy nagyon komoly csapatot. Természetesen később már termékre is lesz pénzed. Ez is arról szól, hogy milyen ez a 119 ajándék 5 üzleti helyért. Mit kapsz? Ugye rögtön elkezdhetsz dolgozni, mert megkapod a személyes weboldalaidat, az összes anyag hozzáférhető, ingyen tudsz regisztrálni, ugye? Amit most tenned kell, hogy megkeresed a meghívódat, regisztrálsz, leültök vele, átbeszéltök, és már elkezded építeni azt az 5 helyet, ugye már te a saját ismerőseidnek el tudod ajándékozni. Ugye erről a személyes weboldalakról már rengeteget beszéltem, ami bent van irodádba, saját meghívót kapsz, videók, marketinganyagok, minden a te rendelkezésedre áll, ami az irodában hozzáférhető, mindenkinek hozzáférhető a saját irodájában. Mindenféle linket, meghívó linket is csinál neked a cég, generál neked a cég. Ez egy következő, ugye a városi konferencia városokban el kell kezdeni építkezni, ugye minél több ember legyen azon a városon belül, meg kell hívni embereket, és ugye megbeszélni ugye a felső vonallal, ugye a vezetőkkel, hogy mikor tudnak egy prezentációt, egy konferenciát tartani, és egy ilyen Wingrace Akadémiát lehet bármelyik városban tartani. Ugye mikor vannak ezek a webkonferenciák, ezek az online konferenciák kedden és pénteken 6 órakor, mint ahogy most is itt vagyunk, és ugye a te sikered most kezdődik, úgyhogy én mindenkinek azt javaslom, akik újak vagytok itt, hogy keressétek meg azt az embert, aki meghívott titeket, ingyen regisztrálhattok most, elkezdhetitek a saját üzleteteket, és már legyen meg a fejedben az 5 ember, akit te is meghívsz. Hát nagyon köszönöm szépen a figyelmeteket, remélem érthető volt. Köszönöm szépen, hogy velem töltöttétek ezt a délutánt, ahol debütálhattam, de akkor jövő hét kedden újra találkozunk, és remélem akkor még több ismerősetek lesz itt, akit meg tudtok hívni. Mindenkinek kellemes estét kívánok, sziasztok, pénteken találkozunk.